Gyakorlati oktatáson vesznek részt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Szakgimnázium és Incédi György Szakgimnázium diákjai. Itt mindenki hiány szakmát tanul, ezért ösztöndíjat is kapnak. A 9. osztályosoknak első fél évben egységesen havi 10 000 forint jár, a második fél évtől pedig tanulmányi átlag alapján kapnak támogatást. Ennek mértéke maximum 30 000 forint lehet havonta. Ezt az Ibrányi tanműhelyet a cég saját, valamint Európai Uniós forrásból még tavaly építették. Filmipari szakmában tanulókat oktatnak. Ezt a tanműhelyet azzal a célra hoztuk létre, hogy utánpótlást neveljünk, mert folyamatos munkaerőgondokkal küzdünk, és így úgy gondoltuk, hogy talán előnyösebb mindenki számára, ha csinálunk egy olyan tanműhelyet, ahol a szakma elvégzése után, sikeres szakmunkásvizsga után munkahelyet is tudunk biztosítani a tanulóknak. A cég fő profilja a gépi forgácsolás, hazai és külföldi megrendelőknek gyártanak egyedi alkatrészeket. A fémipari szakmában nehéz munkaerőt találni, lakatos, esztergályos és hegesztő területen egyaránt jelentős a szakember hiány. Az Ibrányi Kft.-nél a tanulók nem csak oktatáson vesznek részt, magát a termelést is megismerhetik. A tervek szerint a jövőben pedig további tanműhelyeket építenek majd. A duális képzés, valamint a gyakorlatorientált képzésnek a megvalósítása mindenképpen indokolttá tette azt, hogy a tanműhelyet létrehozzuk. Létrehoztuk azért, mert itt valóban életközelben tudják megszeretni a szakmát, tudják megismerni annak a szépségét, valamint a rejtélyeit. Szakemberek, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek segítik a tanulóknak ilyen irányú munkáját. Azt láttuk, hogy a tanulókat érdekli az. Érdekli az, hogy mi történik az üzemben, mi történik majd a tanműhelyben. A cégnél közel 39. és 10. évfolyamos tanuló gyakorlati oktatását szervezik. A munkaerőhiány oka sokszor az is, hogy bár befejezik a diákok az iskolát, azonnal szakmát váltanak, vagy külföldre mennek dolgozni. Itt Ibrányban hagyományteremtő szándékkal minden diáknak egy császárfa csemetét ajándékoztak. Ezt a tanulóknak kell majd gondozni. Ezzel is a folyamatos és felelősségteljes munkavégzésre szeretnék őket nevelni.